Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jöjj, Szentlélek, áradj kiránk. Jöjj, Szentlélek. Mutasd nekünk utat ezen a délelőttön. A Szentírás szavai által, mind szenti tanúságtétel által. A lelki ismeretünk hangjától, testvéreink tanácsai és szavai által, a saját tapasztalataink által, az idők jelei által mutass nekünk utat, Szentlélek. Az a címe a programban a most következő résznek, hogy amiért nem mondhattam le. Az emlékiratoknak ez a legvége. Picit máshogy fog a következő, kicsit több, mint egy óra zajlani, mint az elmúlt egy óra. Akinek nincsen emlékirata, semmilyen, az most kap ajándékba egyet, úgyhogy tegye fel a kezét. Egy. Ezt a 3-4 oldalt én felolvasom végig, ti pedig figyeljétek, és utána meglátjuk, hogy jön tovább. Jó? Amiért nem mondhattam le. Emlékirataim egy kötete 1973 nyarán nyomdakészen állt magyar és német nyelven. A kéziratot júliusban elküldtem a Szentatyának. Miután átolvasta, véleményéről augusztus 30-án azt írta, hogy a kéziratot nagy érdeklődéssel és megrendüléssel olvasta el. Hálás a megküldésért, mivel megismerhette értékes és fájdalmas önéletrajzi írásomat. Az írás valóban érdekes, magával ragadó, lenyűgöző, és ahogyan az olvasót beavatja a szerző szenvedéseibe, felkelti csodálatunkat, együttérzésünket, és megerősít bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy ennyi megpróbáltatás és ekkora nagy szenvedés nem hiába való az Úr előtt. A pápa tehát a szövegben nem talált kivetni vagy kifogásolni valót. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a magyarországi kommunista rendszer kétféle módon is bosszút állhat. Felfrissíti ellenem rágalmait és megbosszulja magát a magyar egyházon. A Szentatyának többek között a következőket válaszoltam. 1. Megszoktam már a szüntelen rágalmakat az egyház ellenségei részéről, és abba is beletörődtem, hogy az úgynevezett haladó baloldali katolikusok az előbbiekkel együtt rendszeresen támadjanak. Nekem azonban emberi jogom, sőt, mint püspöknek kötelességem, hogy a rágalmakat, ha szabadon tehetem, visszautasítsam. Eltekintve attól, hogy ellenségeimnek megbocsátottam,
Emlékirataimban csak tényeket adtam elő, és azokból, amint a Szentatyának is módjában állott megállapítani, hiányzik a kihívó vagy polemikus hang, amely ürügyül szolgálhatna a nemtelen bosszúra, akár személyem, akár az egyház ellen. 2. A bolsevizmus fél évszázadnál hosszabb története mutatja, hogy nincs az egyháznak olyan gesztusa, amelynek ellenértékeként a rendszer felhagyna a vallásüldözéssel. Ez a kommunizmus lényegéből, ideológiája, belső szerkezetéből folyik. Az ortodox orosz egyháznak sem sikerült az üldözés elől kitérnie, sem a békés koegzisztencia, sem a fenntartás nélküli együttműködés idején, de még a teljes alávetettség időszakában sem. Ugyanezt a tanulságot rejtik magukban a vatikáni budapesti tárgyalások tapasztalatai is. 1964 óta tárgyalnak vatikáni diplomaták a békepapok káros tevékenységéről, a fondorlatos módokon akadályozott hitoktatásról, a buzgó lelkipásztorokkal szemben alkalmazott hatósági zaklatásokról. És 10 év óta a keleti diplomácia eufóriás hangulatában majdnem teljesen megszüntették a hitoktatást, virágkorában segítették a békepapi mozgalmat, és ma már szinte kivétel nélkül eltűnnek a rátermett és buzgó lelki pásztorok híveik mellett. A látványos és a kommunisták által propaganda célokra bőségesen kihasznált tárgyalásoknak egyetlen eredménye a sok püspök. Ezeket azonban majdnem kivétel nélkül az állami egyházügyi hivatal válogatja ki a békepapok közül, az egyházi fegyelem és hitélet roppant kárára. Ezután közöltem a pápával, hogy emlékirataim kiadási jogát még az ősz folyamán átadom valamelyik európai vagy amerikai könyvkiadó vállalatnak. Utaltam arra, hogy mind katolikus, mind nem katolikus részről a mielőbbi publikálást sürgetik a világ minden tájáról. Külföldre érkezésem után jótevők segítségével alapítottam egy úgynevezett Kardinál Mincenti Stiftungot, azzal a célkitűzéssel, hogy bevételeit magyar egyházi és nemzeti közcélokra fordítsa. Magam is ennek az alapítványnak adtam át az emlékirataim jövedelméből származó összegeket, hogy azok is az alapítványi szabályzat értelmében közcélokat szolgáljanak. A Mincenti Alapítvány igazgatósági tanácsa a világ minden részéből jelentkező pályázók közül 1973. október 18-án a nyugat-berlini Propylén könyvkiadó vállalatnak adta át a világjogokat. Az ezután történtekből nagy valószínűséggel arra következtetek, hogy a garancialevelet lobogtató budapesti rendszer ostromának őszentsége nem tudott már többé ellenállni. November 1-én arra szólított fel, hogy mondjak le érseki székemről. Ezt keserű ellenérzéssel megterhelve kéri tőlem, tudja azt is, hogy új áldozatot kíván tőlem, és további fájdalmakkal járul hozzá ahhoz a sok szenvedéshez, amely már eddig is osztályrészemű jutott. Azonban tekintettel kell lennie a 25 év óta árva esztergomi főegyházmegye lelkipásztori szükségleteire. Mert ha az tovább is közvetlen és személyes főpásztori irányítás nélkül maradna, súlyos kárára lenne a lelkeknek és a magyar egyháznak. A levél azzal zárult, hogy lemondásom után szabadabban határozhatok emlékirataim kiadásáról. November 22-től december 5-ig tartó dél-afrikai utam végén, s igen alapos megfontolás után
Válaszoltam őszentsége levelére 1973. december 5-én. Tisztelettel tudomására hoztam a Szentatyának, hogy a jelenlegi magyar egyházi állapotok közt érseki székemről nem mondhatok le. Egyben részletes tanulmányt küldtem neki a békepapok ártalmas szerepéről, az erőszakosan berendezett magyar államegyházügyi rendszerről, és idéztem a kommunistákkal 10 év óta folytatott vatikáni tárgyalások negatív eredményeit. Félek attól, írtam, hogy lemondásommal a legmagasabb magyar egyházi állásnak, az állami egyházügyi hivatal hozzájárulásával történő betöltését tenném lehetővé, amivel magam is elősegíteném a mai katasztrofális egyházi berendezés törvényesítését. Felsoroltam azokat a hátrányokat és károkat, amelyek lemondásomból a külföldi magyarság számára származhatnak, akiknek lelki gondozását segédpüspökök hiányában magam vettem át. Végül felhívtam a Szentatya figyelmét arra is, hogy lemondásom személye elleni támadásokat indíthatna el. Mindezen előzmények után mély fájdalommal vettem át, éppen letartóztatásom 25. évfordulóján egy december 18-án kelt pápai levelet, amelyben őszentsége tudomásomra hozta sok személyemnek szóló dicséret mellett, hogy az esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánította. 1974. január 7-én kelt válaszlevelemben kifejezést adtam ugyan mélységes fájdalmamnak, de közöltem a pápával, nem személyes fájdalom vagy állásomhoz való ragaszkodás okozza, hogy nem tudom vállalni egy ilyen döntés következményeiért a felelősséget. Intézkedése ugyanis súlyosbítja a magyar egyház amúgy is nehéz helyzetét, kárt tesz a hitéletben, és ellenérzést és zavart idéz elő az egyházhű papok és áldozatos hívek lelkében. Kértem a Szentatyát, helyezze hatályon kívül intézkedését. Nem ez történt, hanem kirakat perem 25. évfordulóján 1974. február 5-én, szinte az egész keresztény világ megütközésére, nyilvánosságra hozták érseki székemből történt eltávolításomat. Másnap február 6-án kénytelen voltam nagy fájdalmamra átadatni titkárságommal a sajtónak az alábbi nyilatkozatot. Egyes hírügynökségek a Vatikán döntését úgy adták tovább, hogy Mindszenty József nyugalomba vonult. Kiemelték, hogy a döntés megelőzően Róma beható levelezést folytatott a Bécsben tartózkodó Mindszenty József bíboros prímás esztergomi érsekkel. Ebből egyesek arra következtettek, hogy a pápa és a magyar főpap között megállapodás jött létre a döntést illetően. Az igazság érdekében Mindszenty József bíboros szükségesnek tartja a következőket kijelenteni. Mindszenty bíboros nem mondott le sem esztergomi érseki székéről, sem prímási méltóságáról. A döntés kizárólag a Szentszék határozata. A bíboros ezügyben tanúsított magatartását hosszas megfontolás és lelkiismeretes mérlegelés után a következőkkel indokolja. 1. A Magyarország és a magyarországi katolikus egyház nem szabad. 2. Az egyházmegyék kormányzása a kommunista rezsim által felépített és ellenőrzött egyházi közigazgatás kezében van. 3. Egyetlen magyar érseknek, megyés püspöknek, illetve apostoli kormányzónak sincs módjában az említett egyházi közigazgatás összetételén, illetve működésén bármit is változtatni. 4. A rendszer dönt abban a kérdésben is, hogy ki milyen egyházi állásba kerülhet, és abban meddig maradhat.
A rezsim dönti el, hogy kit szenteljenek pappá a püspökök, és kit nem. Az alkotmányban biztosított lelkiismereti és vallásszabadságot a rendszer a gyakorlatban elnyomja. Az iskolai hitoktatást a városokból és a nagyobb helységekből már száműzték. Folyamatban van a falusi iskolákban a még tengődő hitoktatás elsorvasztása. Az ifjúságot a szülők akarata ellenére kizárólag ateista szellemben nevelik. Vallásos emberekkel szemben az alkalmazott diszkrimináció mindinkább érvényesül. Legutóbb a vallásos pedagógusokat szólították fel, válasszanak hitük meg vallása vagy kenyerük között. 5. Új püspökök, illetve apostoli kormányzók kinevezése a fenti sérelmek orvoslása nélkül nem oldja meg a magyar egyház problémáit. Békepapok fontos egyházi állásokba való emelése pedig megrendíti az egyházhű papok és hívek bizalmát a legfőbb egyházi vezetésben. Ilyen körülmények között Mindszenty József bíboros nem mondhat. Elégtételemre szolgált több főpásztor, főként a német püspöki kar nyilatkozata, neves világlapok, valamint vallási és társadalmi szervezetek szinte egyöntetű állásfoglalása ügyemben. A számkivetésben sem érzek keserűséget. A hit állandó öröme indít arra, hogy dolgozzam a lelkekért a menekült magyarság körében. Ezt kezdtem meg Zalaegerszegen, folytattam Veszprémben, Esztergomban és az országban. Ez a feladat hárul rám most is. Keresni, vigasztalni és erősíteni enyémet. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Ma délelőtt az előző részben az emlékiratok legelejével foglalkoztunk, most pedig az emlékiratok legvégével. Az emlékiratok kezdetén, az előszóban, és most a végén van egy kifejezés, ami szó szerint megismétlődik, ez pedig a következő, a hit állandó öröme. A hit állandó öröme. Az emlékiratok elején ott van, az előszóban, e szomorú korszakban, integy odaültetve a fekélyes jobb mellé, nem jelenthetek sok örvendetest vagy vigasztalót, kivéve az Istenbe vetett hit állandó örömét, amelytől nem tudtak megfosztani. És itt a leges legvégén a könyvnek a hit állandó öröme. A számkivetésben sem érzek keserűséget, a hit állandó öröme indít arra, hogy dolgozzam a lelkekért a menekült magyarság körében. Úgy gondolom, hogy tudatos, hogy a könyv legelején és a legvégén ott van ez a hitvallás. Mindszenty bíboros egy nagyon okos ember volt, úgyhogy én egy kicsit most Mindszenty bölcsességéről szeretnék beszélni, illetve majd beszélgetni veletek, ahogy most alakul. Azt hozzáteszem, hogy
erről az előadásról egy felvétel készül, amit majd a prédikációim között az interneten hallgathattok. Úgyhogy ennyiben ez egy nyilvános előadás, és a ti hozzászólásaitok is nyilvánosak, ha hozzászóltak. Vincenti bölcsessége a lemondás elutasításában érte el a csúcspontját. Én most szeretném dicsérni Vincenti Józsefot bibliai idézet segítségével. Ugye azt mondja az előszóban és a végén is, hogy nincs keserűség a szívében. Sirák fia könyvét, aki tudja, kinyithatja, Sirák fia 21.15. Nincs valódi értelmesség, ahol keserűség van. Tehát Vincenti bölcsességének itt van az egyik kitapintható momentuma, hogy nem enged a teret a szívében a keserűségnek, sértettségnek, csüggedésnek. Biztos, hogy megkísértette őt, és szerintem időnként el is bukhatott ebben a kísértésben, de tartósan nyilvánvaló, hogy nem. Mert hát ha tartósan elbukott volna ebben a kísértésben, akkor nem tisztelnénk őt szentként, követendő krisztusi eszménként. Tehát Vincenti bölcsességhez hozzátartozik ez, hogyha mag is kísértötte őt a keserűség, és ha lehet, hogy időnként elbukott benne, szerintem biztos, mert lehetetlen, hogy ebben ne bukjon el az abban. De hosszú távon, tartósan nem engedett teret magában ennek. És ez az ő bölcsességének a bizonyítéka. Tehát halljuk még egyszer, Sirák fia 21.15. Nincs valódi értelmesség, ahol keserűség van. Fordítsuk ma. Ahol nincs keserűség, ott valódi értelmesség van. Vincenti egy okos ember volt. Én nem azt mondom, hogy minden latin tanár automatikusan okos, erényes ember, de hozzásegítheti a latin bölcsesség az embert ahhoz, hogy tényleg bölcs legyen, mert a bölcsesség az egyik legfontosabb erény a keresztény életünkben, meg úgy egyébként is minden ember életben. Vincenti József bölcs volt. Bölcs és okos. Hűséges és okos szolga. Ahogy tegnap a Szent Józsefről szóló votív mise elején idéztem az Úr Jézust, hogy a Szent Józsefre alkalmazza ott a liturgia, de Jézus eredeti beszédében nem Szent Józsefre alkalmazta ezt, hanem a hűséges és okos szolga, azaz Isten országában jártas írástudó, aki kincseiből régit és újat hoz elő, aki gondoskodik a ház népéről, és idejében kiadja az ételt kellő időben. Tehát hűséges volt, okos volt, bölcs volt. Miről szól a boldoggá avatási eljárás? Megvizsgálják az ő életét, az élet szentségének a kiformálódását, az életútját, a gesztusait, a tetteit, a személyiségének az alakulását. Hogy hogyan vált különlegesen kiváló, ragyogó jelévé az evangélium örömének. Honnan jöhet Vincentiben ez a határozottság, ez az értelmesség? Az édesapja bíró volt. Ő maga latin tanár volt.
ezt olvassuk az emlékirataiban. Ajánlom nektek, hogy szörözzétek be azt a gyönyörű kiadványt, amit majd hallgatni is fogunk itt a tábor ideje alatt, Vincenti beszédeit, archív fölvételokból. Lassan, magfontoltan beszélt. Kimérten, precízen. Nagyon odafigyel a jogszerűségre. Ezzel kapcsolatban egy újabb idézet Sirák fiának könyvéből, 7, 7. fejezet, 6. vers. Sirák fia, 7. fejezet, 6. vers. Ne kívánj elöljáró lenni, ha nincsen erőd letörni a jogtalanságot, hogy meg ne ijedj a hatalmas képétől, és csorbát ne ejts fedhetetlenségeden. Tehát Vincenti József, azt nem tudom, hogy kívánt-e előjáró lenni, nem tudom, hogy kívánt-e püspök lenni, vagy esztergomi érsek, de az biztos, hogy kívánt pap lenni, hiszen maga jelentkezett a szemináriumba, ott kitartott, és pappá szentelték, tehát mint pap előjáró volt, kívánt pap lenni, kívánt közösségvezető lenni, mint lelki pásztor. Azt mondja ez az ige, ne kívánj előjáró lenni, ha nincsen erőd letörni a jogtalanságot, hogy meg ne ijedj a hatalmas képétől, és csorbát ne ejts fedhetetlenségeden. Vincenti bölcs vezető volt. Egy alázatos vezető. Ahogy a modern vezetés pszichológia egyik tudósa, Maxwell mondja az 5. szintű vezetésről, 5 szintje van ő szerint a vezetésnek. Elmondom most ezt nektek röviden. Az első szint az, amikor valakit kineveznek vezetőnek, és muszáj őt az embereknek követniük. Így indul minden vezető. A második szintre már önképzéssel lép föl, nem jut ide el automatikusan. Az első szintet automatikusan kapja, kinevezik egy pozíció. A második szintre azáltal lép föl, hogy kapcsolatokat épít ki az emberekkel, jó kapcsolatokat, az emberek nagy szeretik őt, és önként követik. Ugye Vincentit kinevezték, ahogy hallottuk, Jákfa község lelkészévé, ő volt a plébánosnak a káplánja, és volt ott egy idős földbirtokos, aki süket volt, de beszélni azért szeretett, és Vincenti ezt az embert, aki 60 éve nem gyont, bölcsen, szeretettel, kapcsolatépítés által rávette arra, hogy gyomjon. Olvastátok, vagy olvashatjátok az első oldalakon. Tehát kapcsolat. Kapcsolat által elérte azt, hogy valaki önként gyomjon. 60 év után. Ez a második szintű vezető, aki kapcsolatot épít ki, és az emberek önként követik. A Varga László kaposvári püspök Ferenc pápa általi kinevezésében van egy ilyen mondat, hogy a pápa azt kívánja az új kaposvári püspöknek, Varga Lászlónak, hogy a rábízott nyáj szívesen kövesse őt. Tehát, hogy nem csak egy pozíció és muszáj követniük, hanem hogy szívesen kövessék. Na, ez kell az ő erénye, hogy kapcsolatokat építson ki, hogy keresse az embereket, hogy szeresse az embereket. Jön a harmadik lépés a vezetésben, ez pedig, hogy teljesítményeket is elérünk együtt, eredményeket. A vezetés nem csak azért van, hogy lát-túr-lát kapcsolataink legyenek,
laza szálakon, barátok között, vagy erősebb szálakon, hanem azért van a vezetés, hogy elérjünk eredményeket. Ez a harmadik szint a teljesítmény, ahol vannak eredmények, amiket együtt magharcolunk. És a vezetőt azért követik, mert vannak elért eredmények. Mint ahogy egy futball vezető, mondjuk Dárdai Pál, átvette a magyar válogatottat, és ő és az utóda kivezették az EB-re a csapatot, és ott is szép eredményt értek el tavaly nyáron. Teljesítmény. Ez a harmadik szint. Ami az munka kell, ami az fegyelem kell. Ezt is látjuk a Vincentinél, hogy nagyon fegyelmezett ember volt. És nagyon sokat dolgozott. 25 évig volt zalaegerszegi plébános, bevezette a házi apostolok rendszerét, templomokat épített, tagja volt mindenféle egyesületnek, elképesztő nagy munkát végzett. Fiatalon is került oda, és 25 évig ott volt. Picit hasonló, mint a Varga László kaposvári püspök. Aki szintén ugye Kaposváron évtizedekig volt, plébános és most lett püspök. Tehát teljesítmény a harmadik szinten. A negyedik az emberek fejlesztése. Azért követik, amit az emberekért tesz. Képzi az embereket, fölemeli az embereket. Kiképzi őket maga mellé, hogy olyanok legyenek, mint ő. Ez van a negyedik szinten. A negyedik szintű vezető nagyon kiváló vezető, nagyon hatékony. És abban a leghatékonyabb, hogy az embereket fejleszti és képzi. Nem ő van egyedül, és ő felelős a nagy teljesítményért, és mindenki jól dolgozik alatta. A negyedik szinten ő már vezetőket képez ki, és így sokszorozódik a rendszer. Hatékonyan épül tovább, vagy egy közösség, vagy egy vállalat, vagy egy egyház. És ez is nagyon jellemző Vincentire, hogy nagyon fontosnak tartotta a papképzést, és nagyon fontosnak tartotta a hitoktató képzést, a hitoktatás alapjában véve az egyik nagy szívügye volt, amiért gyakorlatilag a kötelező hitoktatásért bárki ellen szót emelt, hogyha azt meg akarták akadályozni. És jön az ötödik szintű vezető, a tiszteletnek a szintje, amikor valakit azért követnek, aki ő maga. Amit képvisel. Itt már példakép. Itt ezen az ötödik szinten vannak olyanok, mint Teréz anya, II. János Pál pápa, Böjte Csaba. Egyszerűen megjelennek valahol, és mindenki követi őket, mert olyan nagy példaképek. Nagyon alázatosak, és nagyon kiválóak erényekben, nagyon jól tudnak motiválni, nagyon bölcsek. Hát így nevezi ez a modern vezetés pszichológia, ötödik szintű vezetés a című könyvében Maxwell. Vincenti József egy ötödik szintű vezető volt, és ha éppen nem is kívánt volna püspök vagy bíboros lenni, de kívánt előjáró lenni, ami az erőkön, hogy letörje a jogtalanságot, hogy ne ijedjen maga hatalmas képétől, és ne ejtsen csorbát a fethetetlenségén. Honnan származik a hit állandó öröme? A dicsőítésből származik a hit állandó öröme. Első korintusi levél 14. fejezetet fogjuk mindjárt olvasni, de előtte lássuk, hogy
hogyan fejezi be az emlékiratokat, szintén az első korintusi levélből vagy részlettel Vincenti, 10. fejezet, 33. vers. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. 1. Korintusi 10.33. Hát honnan származik a hit állandó öröme? Mert a bölcs ember legyőzi a jogtalanságot, nem fél a hatalmas képétől, nem egy csorbát a fethetetlenségén, nincs a szívében keserűség, hanem a hit állandó öröme van a szívében. És szolgál másokat, szolgáló vezető. Úgy van köztünk, mint Jézus, aki szolgál. Eljött a leghatalmasabb, hogy kicsi legyen, és szolgáljon. Szolgáló vezető. Előjáró. Előjár. Az előjár az azt jelenti, hogy ő tapasztalja meg elsőként azt, amiről beszél. 1. Korintus levél 14. fejezet 8. vers. 1. Korintus 14.8. És ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog harcra készülődni? Láthattuk tegnap este a Devitus Vinci című filmben, amikor a veszprémi püspökként a nyilasok letartóztatták, hogy főpapi ruhában, liturgikus ruhában, pásztorbottal és püspök süveggel a fején elindult a kispapok élén, vagy a börtönbe, vagy a fokházba, vagy a gyűjtőházba, és vonult elől, mint a jó pásztor, előjáró. Az előjáró azt jelenti, hogy elsőként ő tapasztalja meg azt, ami történik. Ilyen volt Vincenti, hogy mondd elől, ahogyan a jó pásztor képe szerint a Bibliában Jézus, a jó pásztor elől megy, kivezeti juhait, akik jönnek utána, hallgatnak a szavára. Vincenti bíboros egy harcos hívő volt, ilyen értelemben hasonlítható a nagy ószövetségi harcosokhoz, akik szentek voltak. A makabeusi korszakból halljunk most egy részt. Nyissátok ki a Bibliátokat. Makkabeusok könyvének, az első, Makkabeusok első könyve. Kalapás Júdásról fogunk most hallani. Makkabeus, vagy magyarul Kalapás Júdás. Makkabeusok első könyve, 3. fejezet, 1. verstől. Az apja helyébe fia Júdás lépett, akit Makkabeusnak hívtak. Mellé álltak testvérei egy szálig, és mindazok, akik apjával tartottak,
és örömest harcolták Izrael harcát. Dicsőséget hozott népére, szerteszét. Páncélt öltött, mint a hős. Felövezte fegyverét a harcra, és megvédte kardjával a tábort. Tetteivel az oroszlánhoz lett hasonlóvá, a fiatal oroszlánhoz, amely zsákmány után ordít. Kikémlelte a gonoszokat, és üldözőbe vette őket. Megégette lánggal népének felforgatóit. Visszariadtak ellenségei, és megrettentek tőle. Megremegtek a gonosztevők mindnyájan, és szabadulás jött a keze által. Keserűséget hozott sok királyra, de Jákobot megörvendeztette tetteivel. Legyen áldott az emléke mindenkor. Végigjárta Júdea városait, kiirtotta belőlük az istenteleneket, és elfordította a haragot Izraeltől. Emlegették is a föld határáig. Ő összegyűjtötte a veszni indulókat. Nyilván szó szerinti értelemben Mindszenty József nem volt egy hadvezér, aki háborúban csatákat nyer, mint Szent László király, és bárda jelképe, amivel ugye nem fésülködni szoktak, hanem fejeket lecsapdosni. De igenis, egy szellemi harcos volt Mindszenty. És ahol ő megjelent, onnan menekültek az ördögök. Menekültek az ördögök. Ilyen értelemben akár hozhatjuk ezt a beszédet, amit most hallottunk, hogy kiirtotta az istenteleneket. Kiirtotta az ördögöket. Mindszenty dicséretét szeretném most zengeni, ahogy az elején mondtam, ezekkel az igékkel. Ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog harcra készülődni, az előbb feltettem azt a kérdést, hogy honnan jön a hit állandó öröme? A dicsőítésből. És a dicsőítésben a győztes Istent dicsérjük. Aki előttünk ment a harcba. Jézus Krisztus a jó pásztor. Előttünk ment a harcba, és legyőzte a gonoszt. Ilyen értelemben nekünk már nem kell legyőzni a gonoszt. Másrészt nem is tudnánk a saját erőnkkel, mert végképp nem. Jézus Krisztus legyőzte a gonoszt. Legyőzött minden keserűséget, csüggedést, félelmet, jogtalanságot, széthúzást. Jézus Krisztus legyőzött mindent. Ő halad elől. Az ő győzelmét zengjük. Innen jön a hit állandó öröme. De ha a trombita hangja bizonytalan hangot ad, ki fog harcra készülődni. Isten seregében a dicsőítők, az imádkozók, a trombitások. Mi a te hivatásod Isten seregében? Lehet Isten seregében az a hivatásod, hogy kiváló tanulmányokat írsz, mint teológus, és egy jó tollú író vagy, és szétoszlatja a kétségeket a te okosságod. Lehetsz te egy jó háziasszony, aki a házába fogadja a közösséget, kedves hangulatot teremt. Nem vagy nagy teológus, nem vagy zenész, de kedves vagy, és a házadba befogadsz minden héten 4-5-6-8 embert. Isten seregében helye van a háziasszonynak, helye van a dicsőítésvezetőnek, az okos teológusnak, mindenkinek. Annak, aki jó szervező, annak, aki logikusan tud gondolkodni, és hip-hop magszervezi, hogy a végén ne legyen deficit, és ne kelljen magszégyenülni pénz miatt adott esetben. Isten seregében hol van a te helyed?
úgy gondolom, hogy minél inkább valaki fönt van a vezetésben, egyesül ő benne nagyon sok képesség. Ez nem azt jelenti, hogy ő egy személyben lesz Andrea Bocelli énekes, már mit tudom én, Bill Gates, informatikus, programozó, világvállalat vezető. Nem azt jelenti, hogy egy személyben lesz képes mindenre, de azt viszont jelenti, hogy befogadja a Szent Lelket, aki egy személyben képes mindenre. És a Szentlélek sugallataira hallgatva, valóban a közösség úgy épül föl, hogy lesz benne olyan tag, aki erre képes, a másik arra, és együtt vezetők. Együtt Isten országának vezetői, mert Isten országában mindannyian tanítványok és apostolok kell, hogy legyünk. Először tanítványok, utána apostolok. A hit állandó öröme tehát onnan jött Vincentinél, hogy ő a trombitát a kezébe vette, és az nem adott bizonytalan hangot. Amit mondott, az új volt, korrekt volt, következetes és igazságos. Gondoljatok bele, hogy mennyire fölbojdult és zűrzavaros korszak volt az, amikor katolikusok tagjai voltak a nyilaskeresztes pártnak, és háladó misét rendeltek a zsidók elhurcolásáért. Ez mennyire ostoba és összezavart korszak volt. Hozzáteszem ehhez a történethez azt, hogy a ferences rendházban rendelték ezt a misét, Vincenti megtiltotta, de attól még a háladó misét megtartották. Megtartották a háladó misét. Csak később Vincentinek sikerült elérnie, hogy azt a ferences papot onnan elmozdították. A püspöki tiltásnak nem engedelmeskedett ugye az a pap. Ez egy összezavart korszak volt. De minden korszak ilyen. Minden korszakban ott van az ördög, aki körmönfont módszerekkel azt akarja, hogy a jót rossznak tartsuk, a rosszat pedig jónak. A hit állandó öröme az igazság ismeretéből fakad. Akkor tudsz rombitálni, ha tudod, hogy ez az igazság. Ha a te értelmedben nem vagy biztos abban az igazságban, akkor nem tudsz rombitálni azért. Azt mondják neked, hogy trombitálj a győztesnek. És valaki odasúgja, hogy hülye vagy, nem is az a győztes. Hát ez kikapott. És akkor rögtön elkezdesz bizonytalanul trombitálni. Aki bizonytalanul trombitál, annak nem készülődnek harcra a szavára. Nem fognak győzni. Ha akarjátok, hanem harcba vagyunk bedobva. Vagy az ördög seregében harcolsz, vagy az Isten seregében harcolsz. Minden egyes tettünk, gondolatunk valamelyik országot építi. Vagy az Isten országát, vagy a sátán országát. Nincs másik ország. A földi emberi országok mulandók. De ez a két ország örökre megmarad. Sátánnak lesz egy országa örökké a pokolban, Istennek lesz egy országa örökké a mennyben. Az összes többi földi ország el fog múlni. El fog múlni Magyarország. El fog múlni az Amerikai Egyesült Államok. El fog múlni minden földi ország. De az Isten országa örökre uralkodni fog, a sátán országa örökre verséget szenved. Minden egyes gondolatunk, tettünk, döntésünk valamelyik ország épülését segíti elő. Vincenti József azt mondta 1956-ban a 8 évnyi kínzás után, nincs a szívemben gyűlölet senki iránt. A gyűlölet
az nem bölcsesség. A gyűlölet az nem okosság. A sátán nem okos, csak intelligens. Az okosság az a négy erény egyike, a négy sarkalatos erény egyike. Az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség egyike, az okosság. A sátán nem okos, nem igazságos, lelkileg nem erős, nem kitartó. Ha te kitartó vagy, elmenekül a kísértő. És nem mértékletes a sátán. Nem gyakorolja az erényeket, és elvesztette ezt a harcot. Neked a trombitádat nem szabad bizonytalan hangon fújnod. Ez vonatkozik az imádságra, vonatkozik a napi tanúságtételekre. Persze, elbizonytalanodunk időnként, ha egyedül vagyunk. Elbizonytalanodunk, ha sokat kell szenvednünk. Elbizonytalanodunk, hogyha nagy nyomás alatt vagyunk. És elbizonytalanodunk akkor, ha nem értjük, ha nem látjuk, hogy mi az igazság. Ezért ma kell ismernünk az igazságot. A biológiáról is. Kalkuttai Terézanya, Kalkuttában Szent Terézanya, az írni, olvasni nem tudó fiatal lányoknak tanította a természetes családtervezést, a hőmérőzős módszert. És azt mondta, hogyha ők meg tudják tanulni, és nem kell nekik se fogamzásgátlás, se abortusz, akkor bárki más a világon meg tudja tanulni. Ahhoz, hogy te az igazságot biztosan hirdesd az erkölcsről, ahhoz ismerned kell a biológiát. Ismerned kell a pszichológiát. Ismerned kell a világi tudományokat. Ismerned kell a statisztikákat. Ismerned kell a jogszabályokat. Nem szabad össze-vissza beszélni semmilyen tudományról. Mert kinevetnek téged annak a tudománynak a szakértői. Ha valamit nem értesz, fordulj az okosabbhoz. Szerintetek, miért nem végezték ki Vincentét, amikor pedig halálra akarták ítélni? Az volt az elhatározott terv, hogy kivégzik, halálra ítélik. Levágják a sasnak a fejét, ahogy mondta a Rákosi Mátyás. Miért nem végezték ki? Magyarország a Szovjetunió egyik tagállama volt. Vasfüggöny volt. Itt voltak az orosz tankok. Miért nem végezték ki Vincentit? Féltek a nemzetközi nyomástól. Egész jó válasz. Egész jó válasz gyakorlatilag. Tulajdonképpen fején találtad a szöget. De egy kicsit majd még a mélyre megyünk ennek. Tehát nem halálos ítéletet szabtak ki rá, hanem életfogytiglani büntetés. Ebben az új kiadású emlékiratok függelékében van a következő rész, ami Vincentinek a saját írása, amit vatikáni lapokból, nemzetközi lapokból írt össze. Ugye az amerikai nagykövetségen volt 56-tól 71-ig.
A Vatikán lapja kijelentette, hogy a magyar népbíróságot nem illeti köszönet, mert Mindszenty bíborost életfogytiglani börtönre és nem halálra ítélte. Jelzi, hogy a bíróság a halálos ítéletet, hogyha a bíróság a halálos ítéletet mondta volna ki, akkor egy olyan ítélet a magyar rezsim bukását okozhatta volna. Andrew L. Summers, aki nem tudom, hogy ki volt, de táviratozott Rákosinak, lehet, hogy egy amerikai tábornok volt, elképzelhető, mert az előző bekezdésben Truman elnökről van szó. Andrew L. Summers azt táviratozta Rákosinak, hogy a bíboros meggyilkolása olyan föld alatti mozgalmat teremtene, amely esetleg kormányának elsöprését vonná maga után. Rákosiék féltek maga elé egy ámbart. Egy gyönge, védtelen ámbart. Ott volt az Andrássy út 60-ban, halálra verhették volna. De féltek. Mindszenty pedig nem félt. Úgy gondolom, hogy tartósan nem félt. Biztos, hogy voltak pillanatok, amikor félt, de hosszú távon nem engedett teret a szívében a félelemnek. Mindszenty nem félt. Ne féljetek. Tőle viszont féltek. És ezért nem merte itt magadni. Parancsolj. De abban is reménykedtek, hogy a sok perés után, hogy bele fog halni, és akkor megoldódik a problémája. Hát igen, de az ugyanúgy gyilkosság, és azt kimondja már maga is, hogy ott az alapsorban a halálra verés, az hogy is volt, úgyis azt terjedt volna el, hogy maga ölték. Nem félt. Az ellenségei viszont féltek. Mindszenty bölcs volt. A gonoszság gyáva, és fél, és retteg, és maghátra. Azt hiszem a legfontosabb dolgokat, amiket akartam, elmondtam. De nyissunk most egy új kört. Ez az új kör pedig az, hogy itt vagyunk 2017-ben, július 8-án. Mindszenty meghalt, eltemették, a sírja ott van Esztergomban. Hisszük, hogy az urnál van a mennyben, bár hivatalosan liturgiában még a közbenjárását nem kérhetjük, amíg nincs boldoggá avatva. De mégis, ha egy pápa letérdel a sírjánál, az már nem kis dolog. Egy új kört nyitva most inkább egy ilyen gondolatkísérletet teszek fel nektek. Magamnak is. Ugye Mindszenty mint hercegprímás egy hatalmas javadalmakkal rendelkező múlt örököse, dúsgazdag, amit a történelem vihara elsodort. A második világháború előtt a földbirtokosok
templomokat építettek. Olykor maguk a püspökök is földbirtokosok voltak, és kvázi uralkodók. A történelem viara ezt a politikai berendezkedést elsöpörte, és 10. Pius pápa kijelentette, hogy a klérus tagjai nem lehetnek politikai szervezetnek tagjai, nem lehetnek pártoknak tagjai, nem viselhetnek állami hivatallal járó tisztséget, katolikus klérus tagjai. De Mindszenty még egy olyan világban élt, 20-30-as évek, amikor a kalocsai érsek volt a népjóléti miniszter. Mi most Magyarországon a 21. században már nagyon beleléptünk, 17 éve, 100 éve voltak a fatimai látomások, 100 éve volt nagyjából lassan vége az első világháborúnak. Egy új korszakban vagyunk, Európában, a világban, ez a mi életünkben vagyunk. Mi is találkozunk politikai mozgalmakkal, benne vagyunk egy jogállamban. Az egyháznak is megvannak a maga körülményei, és számomra úgy tűnik, hogy hát én úgy látom, hogy egyrészt van egy nagy hanyatlás a hitéletben, amit nagyon sok statisztika igazol, papság létszámának csökkenése, válások, stb. A lakosság fogyása. Tehát egyrészt van egy ilyen hanyatlás Európában. Másrészt van egy újfajta kivirágzás. Újfajta kivirágzása van a karizmatikus keresztény mozgalmaknak. Újfajta kivirágzása van a közéletben való szabad tevékeny részvételnek. Nagyon gyorsan terjed a közösségi médiában az információ, és nagyon gyorsan valaki alakíthat egy pártot, országos fontos ügyeket népszavazással való gyűjtéssel megfordíthat, súlyos milliárdokat, százmilliárdokat érintő ügyekben, néhány fiatal aktív kezdeményezéssel megváltoztathat irányokat. Ami összefügg a modern világnak a vívmányaival, az emberi szabadságjogok deklarálásával, és a technikai eszközök térhódításával. Nyilván lehet erkölcsileg megítélni például azt, hogy is volt a magyar olimpiai pályázat ügye, az e körüli különböző mozgolódások, de az látszik, hogy egy olyan világban élünk, ami mind a társadalomban, mind az egyházban azt mutatja, hogy ha egy kis csoport erősen összefog, akkor valóban nagy erőket tud megmozdítani. Úgyhogy én most így azt a kérdést teszem fel nektek, egyrészt, hogy hol van a te hivatásod Isten seregében, én ezen gondolkodj. A második, hogy
Hol van a helyed a világban? Mit akar Isten általad mondani ennek a világnak? Mert ahogy mondja a Bence és bölcsesség, ura et labora, imádkozzál és dolgozzál. Tehát hozzá kell tennünk a világhoz azt, amit Isten általunk akar, hogy hozzátegyünk. 2017-ben lesz az eukarisztikus kongresszus, azt mondta 2020-ban lesz az eukarisztikus kongresszus Magyarországon 1938 után újra. Mit mondott Mindszenti 1938-as apostoli királyunk halálának 900. évfordulóján? Nem akkor mondta ezt, amit most olvasok, hanem hát 30 évvel később. Mi volt azon az eukarisztikus kongresszuson 1938-ban? Nagy dicsősége volt Istennek, és nagy dicsősége volt Magyarországnak. Mind a kettő. Tehát ott azon az eukarisztikus kongresszuson az akkori magyar elnök, a kongresszus miniszterelnöke, Imrédi Béla volt, a kultuszminiszter Humann Bálint. Ők voltak a katolikus politikusok. Mi történt velük? Tudja-e valaki a történelemben? Itt Mindszenti írja, majd mindjárt felolvasom, tudja-e valaki? Hát 1938-ban azon az eukarisztikus kongresszuson nem csak a katolikus egyház mozdult meg, hanem az egész akkori állami apparátus, és egy hatalmas dicsőség volt ez a magyar állami apparátusnak is. A későbbi pápa volt ott a kongresszusnak az egyházi követe Rómából, a legátos, Pacelli, későbbi 12. Piuszban. Mi történt? Tudjátok-e, valaki történelmi ismereteiknek hogy állnak? Mi történt Imrédi Bélával, Humann Bálinttal? Letartóztatták. Hogy? Letartóztatták. A legidősebb köztünk, Klári, bocsánat, hogy itt levedem a poént. Tehát letartóztatták. Mag volt a büntetésük. Na nézzük. Felvillan előttem a feledhetetlen 1938. évi Szent István első apostoli királyunk halála 900 éves fordulóján rendezett gyönyörű budapesti eukarisztikus világkongresszus. Az akkori pápai legátus és államtitkár Pacelli bíboros, mint pápa, most gyászolja ezt a megszeretett jobb sorsra érdemes népet. Vendéglátója Horthy Miklós kormányzó német rabság után Lisszabonból gondol haza, alig van valami hátra életéből. Azonos jogar alatt számkivetetten az utolsó koronás magyar király IV. Károly sírja közelében. A kongresszus miniszterelnöke dr. Imrédi Béla kivégezve, Humann Bálint kultuszminiszter 6 évre elítélve börtönben halt meg. Huszár Károly volt miniszterelnök és Zsemberi István elmentek a minden élők útján. József és József Ferenc főhercegek számkivetetten élnek nyugaton. Augusta főhercegnő már nem él. Dr. Serédi Justinian bíboros herceg primás annyi szenvedés után 12 éve halott. A pápai nuncius Angelo Rotta érse kiűzve Rómából gondol ide vissza.
A püspöki kar átköltözött a másik életbe, csak három küzd itt még öregem megviseltem. A pannonalmi főapád Kelemen Krizsó bolyongás után idegen világrészben hajtotta fejét örök pihenőre, magyar szociális testvér raksírjára virágot. Lehetne még sorolni ezt még egy-két fejezeten köröztül mondja. Azt akarom nektek mondani, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. Az történt velük, ami a szövetség ládájának a hordozásakor történt, hogy akik úgy voltak ott Isten közelében, azokat Isten halálra sújtotta. Akik a szövetség ládáját csak a saját céljaikra akarták használni, mint amikor a filiszteusok elrabolták a szövetség ládáját, akkor Isten megbüntette a filiszteusokat. Olvassátok el a Bírák könyvében ezt. Ugyanez az Isten van most is. Az eukarisztiát fogjuk ünnepelni 2020-ban. A katolikus egyház és az állami apparátusok összefogásával. Egyrészt bennem van egy nagy öröm és egy nagy várakozás, hogy Isten újra kinyújtja a kezét a magyar nép felé. Másrészt pedig egy figyelmeztetés. Miért fejezte le a történelem azt a politikai berendezkedést, miért lettek kivégezve, elüldözve? Azért, mert nagy többségükben ez a katolikus hit, vagy ez a keresztény identitás, vagy ez a kereszténység csak egy jelszó volt. Csak egy jelszó volt. És Isten kiszolgáltatta őket az ellenségeiknek. És ezt én egy figyelmeztetésnek szánom nektek is, maga engedjétek maga, hogy így interneten keresztül azoknak, akik hallgatják, az egész magyar népnek, hogyha mi az eukarisztiát 2020-ban ha csak jelszavak szintjén ünnepeljük, állami apparátussal összefogva, és közben pedig az eukarisztiának az igazi értelmét, a szeretetben való osztozást, a szegények, menekültek iránti irgalmat, és ennek a jog terén való megvalósítását nem váltjuk tettekre, akkor pontosan ugyanúgy fog járni Magyarország, mint 100 évvel ezelőtt. Háború lesz, és mag lesznek büntetve azok az emberek, akiket Isten maga akar büntetni. Mert ma is benne van a hitünk főigazságaiban a ma kiadott egyszerű kis hozsannás imakönyvekben is ott van az, hogy Isten a jókat megbünteti, bocsánat, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a magtérő bűnösnek szívesen magbocsát. Ezért, hogyha a politika játékszerévé válik a kereszténység Magyarországon jelenleg, ha ezzé válik, és ha hagyjuk ezt, és ahogy 100 évvel ezelőtt nagyon sok katolikus püspök is antiszemita volt, most pedig lehetnek valakik más népek ellen gyűlölködők, akkor ez újra meg fog ismételni. Ezért egy óriási figyelmeztetés. És a Jézus Krisztus az sokak fölemelkedésére jel, és sokak bukására jel. Most egy kis szünet, és utána kezdjük a szentmisét. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat.